A repülő alkatrészek gyártásával foglalkozó német vállalat 2011-ben építette első üzemét Nyírbátorban. A Diehl Aerosystems lányvállalataként működő Dealer Cabin Hungary Kft. Akkor 30 fővel kezdett el dolgozni. Már a új üzemcsarnokot építettek, és több mint 300 dolgozójuk van. A beruházástól azt várjuk, hogy fejlődjünk, és új kollégákat tudjunk majd felvenni, valamint jóval több terméket tudjunk majd szállítani az Airbus részére. A magyar kormány támogatja az új technológiák bevezetését és a modernizálást. A fejlődéshez kitörési pontot jelentenek a nyírbátori bővítésekhez hasonló beruházások, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály beszédében azt is hozzátette, az elmúlt években Magyarország adóssága az egyik legjelentősebb mértékben csökkent a többi európai országhoz képest. Sikerült megteremteni a növekedés lehetőségét, már csak meg kell tartani azt. Kiemelte azt is, hogy hazánkban jelenleg több mint 6000 német vállalkozás működik. Magyarország egy hagyományos partnere Németországnak, ennek már évtizedes, hanem évszázados kapcsolatai, hagyományai vannak, és ebből a szempontból ők egy picit mindig úgy tekintenek Magyarországra, de a közép-európai régióra is, mint amely egy biztos pont a német gazdaság beszállítói iparának, és nem csak beszállítói iparának, hanem a közvetlen direkt gazdasági kapcsolatainak is. 6000 német cég van Magyarországon, és ez a 6000 német cég nagyon sokféle szektorban működik, nem csak repülőgép alkatrészgyártás, hanem főleg autóipar, de autóipar mellett feldolgozóiparban is van, élelmiszeriparban is van beruházás, és a cégek mérete is nagyon különböző, hiszen a multinacionális, mondjuk Audi beruházás vagy Mercedes beruházás mellett itt vannak 4-5 fős, sőt 10 fős kisvállalkozások is, amelyek úgy tűnik, hogy Magyarországon érzik jól magukat. Ezt egyáltalán nem tartom problémának vagy bajnak. A német gazdaság ma Európa lokomotívja, húzóereje, és hogyha a magyar gazdaság ehhez rá tud kapcsolódni, hozzá tud tenni valamit, akkor ez a magyar gazdaság számára is előnnyel és haszonnal jár. A nyírbátori fejlesztések nem csak a gazdaság növekedését segítik, nyugat-európai munkakörnyezetet és munkakultúrát biztosít az ott dolgozók számára. A munkahelyek teremtésével javítja a település lakosság megtartó képességét, valamint generálja az oktatás fejlesztését és a szakképzést is, hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Lehetőség lesz az itteni dolgozóknak a fejlődése is. Ez azért nagyon fontos nekünk, mert egy alapvető kérdés ebben a térségben nem csak az, hogy munkahelyek jönnek létre, hanem az, hogy van-e megfelelő munkaerő, tehát megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerő, és legalább ennyire, ha nem a legfontosabb kérdés, hogy milyen bérezés mellett történik mindez. Ezek a fejlesztések ma már Nyírbátorban nem azt jelentik, hogy új munkahely jön létre, hanem szűkül a munkaerőpiac, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező években a bérekben is megmutatkozik. Tehát először első lépcsőként legalább a nyugat-magyarországi bérekhez próbálunk felzárkózni, és aztán remélhetőleg folytatódik ez a jövőben tovább is. Az új csarnok a teljes használatba vétel után összesen 615 embernek biztosít majd munkahelyet. Ezt a bővítést 2018 végére ígérte a vállalat magyarországi igazgatója.